kujér, fő a pörkölt. Na, most bemutatom nektek a következő fogásomat a székely káposztától, hogy látjátok, már a pörkölt az már otyog már a fazékban, el is van készítve. A lényeg az, hogy csinálunk egy jó szaftos sertés pörköltet, én úgy ajánlom, hogy ne olajjal, hanem inkább zsírral csináljátok, hát ő pörköltet ugye gondolom mindenki tud csinálni, az nem nagy kunszt. Az meg mindenkinek, most a székely káposzta, hát igazság szerint kéne bele még füstölt húsi is, de hát most az nem igazán van. Na most... a dolog, hogy tenni kell bele a pörköltbe, megcsináltuk a pörköltöt. Na most ugye teszünk bele ugye füstölt húst is, meg egyebet, meg füstölt szalonnával díszleljük meg a vöröshagymát, és a többi, és a többi. Na most ami nagyon fontos a székely káposzta, ami én ahogy csinálom, az lehet az egésznek az aparáig, teszek bele jó kis vecsési káposztát. Na. Következő dolog, kibontom a káposztát. Ki. Igen, jó kis savanyú káposztát. Igen. Na. Lezárom a tűzhelyt. Lépés az, hogy a pörköltöt beleöntöm a káposztába. Igen. Igen. Jó van. És akkor most látjátok a lényeget. Itt van a káposzta, van a pörkölt, és akkor ezt szépen jól elkavargatjuk. Látjátok? Igen. Összekeverem a káposztával. Igen. És megy bele még egy adag káposzta. És ha nem egyet teszek bele, hanem kettőt. Na, ez nagyon nem akar kijönni. Majd rá segítünk, hogy kijöjjön. Na. Így. Na. És teszek bele még babérlevelet, pár darabot. Ugye? Ad a székely káposztának élvezetes ízt, a babérlevél. Mehet bele nyugodtan, jó kis babérosan lesz. Na, dolog, visszatesszük, és látjátok, babérlevelesen fogjuk. Elkevergetjük. Na. Hát igazság szerint kéne bele egy kis füstölt húst is tenni, mert attól lesz igazán jó a székely káposzta, jó kis kolozsvári szalonnával, vagy esetleg kis toka szalonnával, füstölt mangalita szalonnával. Aládíztelünk vöröshagymának, és teszünk bele egy jó kis füstölt hús, de hát most, mivel Abdul, ugye, Abdul én vagyok, Abdul és diétán vagyok, szóval most ugye, az úgy működik, hogy most a füstöltöt most mellőzöm egy kicsit,
Úgyhogy füstölt hús kell még beletenni, attól lesz igazán jó. Na, ha itt van. Kijátok itt. Elkevergetem. Így. Jól. Más már nem kell csinálni, csak hagyni kell, főzni kell. Össze kell fogjanak az ízek. És már kész is van a káposzta. Ne. Sziasztok. Sziasztok.